Ahogyan a szakgyógyszerész elmondta, a több olyan készítmény hiányzik, amely elsősorban a neurológiai eredetű betegségekre gyógyír. Valóban a COVID óta változó intenzitással gyógyszerhiányról is beszélhetünk, változatosan egyes gyógyszereknél. Az az oka, hogy az alapanyagok több mint fele Kínából származik, és az egész gyógyszerpiac, de minden gazdaságilag változott, és egyre drágább lett. A betegek ragaszkodnak az eddigi gyógyszereikhez, de a gyógyszerhiányból körülbelül a 80%-a már a gyógyszertárban megoldható a generikus gyógyszerhelyettesítések ajánlásával. Tehát nagyon fontos, hogy az orvos, a beteg és a gyógyszerész, ez a hármas együttműködjön, és legyen a beteg is partner a helyettesítések elfogadásába, még akkor is, hogyha esetleg drágább készítményekkel tudjuk, és nem a támogatotti formában megoldani. Tehát ez egy átmeneti időszak, egész Európát érinti, és a szakemberek összefognak esetleg közös gyógyszerbeszerzés, alapanyagbeszerzés érdekében, hogy egy országban se legyen súlyosabb a helyzet. A vásárlók elmondása alapján ilyenkor a tél közelettével igyekeznek időben beszerezni azokat a vitaminokat és készítményeket, amelyek segítik az immunrendszer egészséges védekezését. Bíznak benne, hogy csakis átmeneti hiányok vannak a készletben, így mielőbb hozzá tudnak jutni a számukra is fontos készítményekhez.